10 óraihoz készülnek a kicsik a mesevár óvodában. Az első, amit megtanulnak a közösségben, hogy gyakran és alaposan kell kezet mosni. A betegséget így sem lehet mindig elkerülni. A legtöbb szülőnél nem kérdés, hogy a gyereknek otthon a helye, ha beteg, de vannak más tapasztalatok is. Nagyon sok szülő nem tartja be ezeket a dolgokat, tehát amíg mi becsületesen kikúráljuk a gyermeket otthon, addig másokat behoznak begyógyszerezve, legyógyszerezve, lázcsillapítózva, és hát ugye így azért elég nagy az esélye a visszafertőződésnek. Ha az óvoda napközben a gyermek megbetegedéséről értesíti a szülőt, az köteles a lehető legrövidebb időn belül érte menni. Ezek az alapszabályok a házi rendben szerepelnek. Az intézményekben ilyenkor gyakrabban szellőztetnek, vitaminnapokat tartanak és kiemelten figyelnek a higiéniára. Orrfújás után mondjuk piszkos lett a kezük, kiküldjük kezet mosni, kimegyünk velük, tehát játékokat is igyekeznek a dadus nénik rendszeresen áttörölni, feltöltenítőszeres ruhával, takarítás, borszívózás, felnőttek használják a kézfertőtlenítés közmosókat, gyerekeknek ezt nem adhatunk. Az influenza ellen hatásos a védőoltás, és a vitaminok is sokat segítenek, így elkerülhető a járvány kialakulása. Bőven a járvány küszöb alatt vagyunk. Ha megnézzük tavaly, nagyjából ilyenkor léptük át a járvány küszöböt. Hollandiában lázasan is vihetik a gyermeket a szülők óvodába, Ausztriában a táppénz alatt a szülők teljes bért kapnak. Magyarországon most készítenek a gyermekorvosok az intézmények részére egy útmutatót, amely elveket fogalmaz meg, hogy a gyermeket meddig és milyen állapotban érdemes közösségbe vinni. Ezeknek a betegségeknek a terjedését nagyon nehéz megállítani, és nem biztos, hogy azok a módszerek a legjobbak, amiket gondolunk. Legtöbbször ezek a betegségek még a tünetek előtt már fertőznek, logikusan a leglátványosabb időszakban, amikor lázas, hosszú van a gyermek, akkor a legjobban, de az elhúzódó tünetek, amelyek akár 2-3 hónapig is eltartanak, azt gondoljuk, nem lennének okai annak, hogy a gyerekek ne menjenek közösségbe. Az influenza elsősorban a nagyon fiatalokat és az időseket veszélyezteti. Nekik célszerű kerülni a tömeget a kritikus időszakban.